A sportcsarnok a legfelső emeletén levő termet nem csak teljesen felújították, hanem korszerű világítással, új tatamival és edzőfelszereléssel látták el. Ovde sada zajednički prostor koji dele judisti i kickbokseri je u potpunosti rekonstruisan, dakle počeši od krova, izolacionih radova do ovoga što vidite i što možete pogledati u okviru opreme i uloženo je negdje oko 1,5 milijuna dinara. Ono što je po meni veoma važno jeste da zapravo mi i ovim potezom nastavljamo jednu stalnu i konstantnu akciju na proširenju sportske infrastrukture, na stvaranju boljih uslova za subotičke sportiste. Az új terem mellett a röplabdapálya lelátóit 500 új műanyag székkel korszerűsítik. Ez lehetővé teszi, hogy a szabadkai sportcsarnokban nemzetközi röplabda mérkőzéseket rendezzenek majd. Nama kao gradu je bio veliki zadatak da jednu dobru saradnju koju inače imamo ne samo sa našim klubovima, već i sa Odbojkaškim savezom koji i ove godine planira međunarodne mečeve na teritoriji Subotice u našoj hali, da obezbedimo uslove koji će biti pristojni i koji će odgovarati nekom komforu gledalca. A nyár elején folytatódnak a sportcsarnok bejárata fölötti asztali teniszterem munkálatai. A befejező harmadik fázisra a város az Ifjúsági és Sportminisztériumtól 20,5 millió dinárt kapott.